Az utazásunk nem valósulhatott volna meg a Daikin nélkül, ami Japánból indulva 100 éve gyártja a csúcs technológiás és energiahatékony klímákat, hőszivattyúkat és egyéb hűtő, fűtő, légkezelő berendezéseket. És még mindig itt vagyunk Tokióban, bár most elhagyjuk azt egy fél napra. És most, hogy végre megérkezett a normális időjárás Tokióban, nyilvánvalóan egy olyan helyre megyünk, ahol sokkal-sokkal hidegebb van ennél. Hajnalban fagyott is. De nem csak a hó esett, hanem elvileg arra felé volt annak a földrengésnek az epicentruma, amire ma reggel ébredtünk. Pontosabban Dóra ébredt rá, mert én már fenn voltam egy ideje, de egyszer csak azt kezdtem el érezni, hogy elmegy alattunk egy metró, ami fura, mert egész eddig nem ment el alattunk egyetlen metró sem. Aztán jött még egy, aztán egy harmadik, és mintha 3-4 metró ment volna el alattunk egyszerre, amikor megszólalt a vészjelzés a telefonon, hogy erős földrengés várható, és mindenki meneküljön és keressen valami menedéket magának. Aztán megnéztük, és kiderült, hogy az epicentrum kicsit északra volt, és ilyen 5,3-as volt a földrengés, ami itt olyan közepesnek számít, szóval vannak durvábbak is, de visszanéztük, szóval van egy ilyen földrengés izéjük a japánoknak, amiből kiderül, hogy naponta olyan 3-4 földrengés is van ebben az országban, és 5 is az olyan havonta egyszer talán, inkább 2 havonta. Azért tényleg van benne némi parafaktor, nem tudom, hogy alva milyen, de ébren azért egy kicsit ijesztő volt. Az az igazság, hogy ugye én erre keltem, de nem tudtam, hogy mi ez, hogy miért rászkódik így az ágy, úgyhogy én halálnyugodtan mérgelődtem magamban, hogy most miért kellett felkelnem, és miután mondtad, hogy ez földrengés volt, na akkor kezdtem el aggódni. Na vásároljunk be az útra. És mindent becsomagolnak külön. Kértünk 2 ilyet, be van külön csomagolva, most akkor az, ami is bekerül egy-egy fóliába. Arigátó! Na és vettünk egy csomó szendvicset, meg mi egymás azért 6000 forint volt. Mondjuk annyiból itt egy egész jót lehet enni Japánban egy étteremben is. Igen. És most átveszük az autónkat. És az, hogy Japánban szinte bárhová nagyon-nagyon gyorsan el lehet jutni a Shinkansennel, a szupervonattal. És hónaptól azzal is fogunk utazgatni az országban, mert elindulunk Kyoto felé, dél felé. Most viszont autót bérnünk. Mégpedig azért, és azért csak fél napra megyünk a turisztikai látványosság közelébe, mert előtte még meg kell látogatnunk egy fúziós erőművet, mert Dóra nagyon-nagyon akarta. Ami nem is igaz, ez mert ez még... Shopping. Jó, mint a shopping, az nem is erőmű, hanem egy ilyen kísérleti fúziós izé, de az majd később jelenik meg máskor. És oda 2 óra az út Tokióból. Nikkóba szintén el lehet jutni 2 óra alatt, viszont Nikkó és a fúziós erőmű között, ami nem erőmű, csak egy kísérleti reaktor, szóval a kettő között nincsen normális vonatjárat, csak ilyen 5 óra alatt lehet átjutni egyik helyszínről a másikra. Autóval viszont az megvan 1,5 óra alatt, úgyhogy így teljesíthető a mai túránk, és arra gondoltunk, hogy kibérelhetnénk annyi mindent. Arra gondoltunk, hogy kipróbálod a jobb oldali vezetést. Ja, azt el is felejtettem, de nem az az érdekes, hanem hogy kipróbálunk egy kejkárt. Lehet, hogy ezt béreltem, valamit félreértettek. Egy kis platós kocsi, de én nem utazom a platón. Igazából 2 perc múlva nyitnak, szóval, ja, hogy a tervezett időpont előtt értünk ide. Ja, jó. Pick up a main street parking lot. Arigato. Na és érdemes nyitás előtt érkezni. Mert amikor megjöttünk, nem volt még itt senki, most meg már itt vannak 27-en. De ami az érdekesek, hogy kaptunk egy ilyen 100 oldalas dokumentációt, hogy mit hogyan kell csinálni. Nem mondom, hogy mindent értek. És amivel még érdemes számolni, hogyha Japánban akarunk autót bérelni, ugyanaz, mint Amerikában. Szóval sem készpénz, sem bankkártya, csak hitelkártya. És ott van egy igazi kejkár. Azt kapjuk, amit akartunk. Jaj, de aranyos! Hát megőrülök tőle. Szóval a kejkárnak az a lényege, majd megmutatom vidéken is, vagy megpróbálom megmutatni, de addig is, hogy tudjátok, hogy mivel megyünk, hogy ez ilyen nagyon kicsi városi autó, amit a japán viszonyokra találtak ki azért, hogy a belvárosban az emberek minél kisebb autókkal közlekedjenek, adókedvezménye van, sokkal olcsóban meg lehet éppen ezért venni ezeket, mint egy hagyományos autót, kicsi a kereke, kicsi mindene, nagyon magas és nagyon-nagyon viccesen néz ki, és a gyűrődési zóna baleset esetén az a mi combcsontunk. Hossz oldalon akartam beszélni. Én is. Arigátó. Hát én... Mindjárt. Engine start a support. Engine start. Arigátó. Figyelj, sok jó ember kísérli is elfér. Figyelj! Ezt majd valahol be kell mutatnunk a nézőknek, mert ilyet... Ez nagyon aranyos ez a kis autó. De nem is olyan pici. Mármint, hogy... Jó, tényleg... Rossz oda van a biztonsági jobb. Tényleg miniatűr, de azáltal, hogy van fejmagasságunk... Merre megyünk? Szerintem, mit tudom én. Balra. Jó, de hogy kell balra fordulni? Hát az ablaktörlő már megvan. Ha esetleg valaki azt kereste volna. Oké, másik oldalon van az index. És jobbra. Bevettük az első kanyart, azért ezt szokni kell, te! És a
jegyezzük meg, hogy Japán belvárosában vagyunk, a világ legnagyobb egybefüggő metropoliszában, a belvárosban reggel 8:30-kor, és mindenféle dugó nélkül haladunk. Simán tudunk haladni. You and I got something together, it's so hard to beat a feeling like this. Yeah, the rush I get is on another level. Ennek aztán van szaga. Hmm. Az igen. Na milyen? Jó hagymás, mi? Jó hagymás. Pirított hagymás. Egyébként megszokható ez a jobb oldali közlekedés, vagy bal oldali. Hát... jobb kormány. Na mindegy. Szóval ez a japán módi, ez megszokható. Egyetlen dolgot rontok el minden egyes alkalommal, az indexet. Mert nézzétek, kirakom az indexet, mi történik? Igen, az index is rossz oldalon van. Vagy jobb oldalon. Nem a rossz, hanem a jobbá. Ja, hogy ez egy kétirányú út. Úristen, meg boldogan csalá. Mentem középen. Én olyan meg... szűk, hát nem gondoltam, hogy felengednek két irányt. Közben egyébként meg volt a fúziós reaktor is. Az arról szóló adás majd később fog kimenni. Még magyar kutatókkal is egyeztetnem kell. Nem mint hogyha bármi olyat mondtak volna, amiben nem hinnék, de hogy magyar kutatók is vastagon benne vannak abban, amit itt megtapasztaltunk, és velük is fogunk interjúzni. Viszont most már nincs más hátra, mint Nikko. Na, figyelj, itt kejkár találkozó van. Ezt a hátsó ajtót, ezt rendszeresíteni kéne Európában. Micsoda hülye madár? Nem. Nem unja? Hát, megjött a tavasz. Végül is olvadnak a jégcsapok. Nem, drágám, folyik folyamatosan valami víz és fagy is. Tényleg? Szimultán, igen. Igen, szóval, hogy amikor a tavasz megérkezik Japán nagy részére, akkor itt a hegyekben még elég hűvös tud lenni. De legalább már nem havazik. Szóval ez itt Nikko, az ősi japán város Tochigi prefektúrában, a hegyek lábainál. És Nikko azt jelenti, hogy napfény. Ott van a napfény, a pagoda mögött. És itt mindenféle szentély található, meg Shogun mauzóleum. És beszéltünk a shogunokról. A shogunok voltak azok, akik valójában vezették Japánt, szóval az országnak mindig is a császár volt a jogi de jure vezetője, viszont gyakorlati szempontból a shogunok hozták a döntéseket, és ők vezették az országot, éppen ezért, hogyha egy shogun meghalt, akkor gyakran mauzóleumot emeltek neki. És itt van olyan szentély, ami már 1400 éves, szóval tényleg el lehet mondani, hogy Japán történelmének szinte a legelejétől kezdve Nikkónak különleges jelentősége volt. És Nikko története akkor kezdődött a legenda szerint, amikor 766-ban egy Shotu nevű szerzetes égi sugallatra megmászta a környékbeli hegyeket, és az egyiknek a tetején egy szentélyt alapított, aztán onnantól kezdve a sintoisták meg a buddhisták egymásnak adták a kilincset, és 1617-ben létrehozták a mögöttünk látható Toshogu szentélyt is, ami ezt a szereztél belépő. Tessék! Ügyes vagy! És ilyenkor kell jönni. Miért? Azért, mert reggel itt olyan én hosszú sor vagy, nem látod a végét, viszont délután már senki nem olyan hülye, hogy zárás után. Zárás előtt. Hogy zárás előtt másfél órával ide jöjjön. Mi viszont vagyunk annyira hülyék, ezért nem kell annyi emberen átküzdeni magunkat. Hó. Hó. Isteni. Szóval itt van a három majom, de hogy ez az eredeti, a legelső három majom, aha, minden, ami a világon van, azt erről mintázták. Én szóval amikor bemész egy kínai bazárba, és ott van a három majom, amelyik nem hal, nem lát, nem beszél, az innen ered. Úgyhogy azért áll oda mindenki, és azért fotózkodnak vele, mert ez olyan, mint egy szőrös Mona Lisa. Három szőrös Mona Lisa. De ez most tényleg erről a helyről ered? A három majom? Igen. A legenda szerint. De hogy itt került legelőször felfestésre? Hát itt találták meg, igen. Tehát azt mondják, hogy ez az. És amikor az 1600-as években ez megépült, akkor kapásból 35 épületet húztak fel másfél év alatt, ami azért világgyors tempó, de ugye itt nagyon sok a faépület, tehát éppen azért, mert olyan könnyű felépíteni őket, gyorsan le is égnek, de hát a japánok hozzászoktak ahhoz, hogy gyorsan építkeznek,
gyorsan ég le minden, aztán újra felhúzzák. De miért pont leég? Mi folyik itt? A tűzgyújtás? Villámcsapás, ilyesmi. Ja, tehát, hogy történnek itt az események, ugye gondolj a tegnapi földrengésünkre, vagyis a ma reggeli földrengésünkre. És szóval 18 hónap alatt húzták fel ide ezt a 35 épületet, és 40 milliárd jemnek felelne meg az a költség, amit annak idején ráfordítottak mindenre, ami kb. 100 milliárd forint. Tehát mai áron számolva... Minden 100... darab épület. 35 épület. Mai áron számolva 100 milliárd forint. Nagyon drága. Ezt Erdélyt faházakból le tudták volna hozni. Jó, de tudod mi van, hogy biztos valamelyik sogunnak a rokona építette, és akkor az visszaosztott. És hogyha egy ilyen történelmi helyen vagyunk, már nem pont itt, mert ugye ez az 1600-as években épült, ami már egy ilyen késői japán történelmi hely, de megbeszéltük, hogy a 600-as években alapították Nikkót, és az viszont visszavezet minket japán korai történelméhez. Szóval eljött az ideje annak, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy kik azok a japánok, hogy kerültek ide, és mióta vannak itt. És tudtad ez óra, hogy a japán sziget időszámításunk előtt 30 ezer óta lakott, azonban csak az időszámításunk előtti 3. évszázadban indult meg a mezőgazdaságnak az olyan rohamos fejlődése, ami aztán később megalapozta az erőteljes és modern japán kialakulását. Hát az még nem a modernét, 2300, de hogy abból aztán már képes volt kifejlődni Japán azzá, amire kifejlődött 2000 évvel ezelőtt. Egyébként a rizstermesztés is az időszámításunk előtti 3. évszázadban jelent itt meg, meg a kohászat is. Tudtad, hogy a kohászatot az koreaiak hozták ide? Koreai meg kínai kohászok, azt tudtad? Tényleg? Már meséltem neked a kohászokról? Nem tudom, mi volt a szövegkörnyezet, de előkerült. Mindig szoktunk beszélni a kohászatról, hogy biztos, hogy akkor. A szokásos hétköznap délutáni kohászati megbeszélésünkön került elő a téma. És jó ezer évvel később a 6. században érkezett meg Koreából a buddhizmus, aztán a 8. században került átvenni a kínai adminisztrációs rendszert, és egyébként akkoriban történt az is, egy kicsit korábban, de nagyjából akkoriban történt az is, hogy létrejött az első egységes kormányzás Japánban, mert eredetileg ilyen széttöredezett kis királyságok voltak, és aztán jött a császár, és ő egyesítette Japánt. Ami azért érdekes, mert a mostani császári uralkodó család azt vallja, hogy ők a családfájukat vissza tudják vezetni az időszámításunk előtti 7. évszázadig, tehát hogy ők 2600 éve egyfolytában uralkodnak, ez a vérvonal. Ami azért nem bizonyítható, de az már bizonyítható, hogy valamikor az időszámításunk szerinti 5.-6. évszázadban elkezdett ez a család uralkodni. Tehát ami tuti, hogy 1500 éve ugyanaz a vérvonal uralja Japánt. Visszavezették, megnézték, hogy ki kicsoda, kinek a rokona, másodunok a testvérek, családi összejövetelek. Aki jöhetett a családi összejövetelre, az családtag volt, aki nem, nem. Az van, hogy a császári családot azt tényleg mindenek felett tisztelik. Hát egyáltalán a II. Világháború végén volt az, hogy a császár azt mondta, hogy mégsem Istentől ered a hatalmam. Tehát egész addig nem volt kérdés Japánban, hogy maga Isten adta ennek a családnak a hatalmat, hogy uralkodjon Japán fölött. És mikor mondta, hogy mégse Isten? Hát miután ledobták Nagasakira meg Hiroshimára az atomot, és akkor mondták az amerikaiak, hogy ki kéne mondani, hogy nem Istentől származik a hatalmatok, és akkor nem dobunk több bombát. De nem ez volt az egyetlen feltétel, de hogy minden esetre igen, ez a része volt a dealnek, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem. És azóta nem, de a japánok többsége úgy van vele, hogy nem. Ja, itt van az alvó. Az alvó macska. Ő vigyázza a sogun sírját. Az alvó macska. Az alvó macska. Az alvó macska vigyázza sogóra, meg itt vannak valahol verebek is. Szóval elvileg ez a macska, az erős macska és a verebek jelképezik azt az időszakot, amikor a sógun, ott vannak a verebek, látod? A verebek a gyengék, a macska meg az erős, és ezek ketten, vagyis hát hárman jelképezik azt az időszakot, amikor a sógun békét teremtett. Mert hogy azelőtt mindenféle háború szabdalta Japánt, a sógun békét teremtett, úgyhogy ezért van a macska meg a veréb. Azon kívül, hogy a macska megeszi a verebet, azon kívül oké. De nem tudja megenni, mert a másik oldalán van a kapunak. Ja, jó. Tehát, hogy szobor nem tud átmenni. Akkor jó. És a sógun, aki körül ekkora a habverés, az nem más, mint
Tokugawa Ieyasu. Ne, akiről nézzük a sorozatot? Pontosan. Ne hülyeskedj, most az ő sírjához megyünk. Így van, ez meglepetésnek szántam. A sorozatban, mert van ez a Shogun című sorozat, ami a Shogun című könyvre épül, szóval nem így hívják a karaktert, de egyértelműen róla van szó. Tehát a korszak is megegyezik, 1600-as évek eleje, és ő volt az, aki rendet tett a háborgó Japánban, szóval... Hát hihetetlen, hogy még eljöttünk a sírjához. Ugye? Szóval ezért van az, hogy Japánban ő ilyen nagy megbecsültségnek örvend, hiszen egy nagyon fontos történelmi személyiségről van szó. Le kell nyújtanom, nem terveztem a lábnapot. Ez a sírja. Itt van a Shogun eltemetve. Tényleg itt van, oda van írva, hogy a pagoda alatt van. És ez a pagoda aranyból, meg ezüstből, meg részből van. Eredetileg egyébként egy fa pagoda állt itt, aztán 1683-ban, 70 évvel a Shogun halála után lecserélték erre. De soha nem bontották ki. Azóta, hogy 1617-ben eltemették ide a Shogunt, nem nézték meg, hogy még mindig benne van-e. De feltételezik, hogy igen. Tehát nincs feltámadás sztori a japán történelemben. És a japánok annyira szeretnek sorban állni, hogy itt van egy idősebb pár mögöttünk, akik hát más tempóba mennek, mint a fiatalok, de senki sem előzi meg őket, mert hogy az a rend, hogy ők előbb odaértek, akkor végig mögöttük kell menni. Ez nem vonatkozik a két bunkó kelet-európaira, de a többiek ezt betartják. És hogy legyen a történetnek lezárása is, szóval a Tokugawa Ieyasu végül olyan jól megszirányította a hatalmát, hogy azt a család 3,5 évszázadon keresztül el se engedte. De hát alapvetően ezek ilyen békés idők voltak, amikor az ország erőteljesen bezárkózott, és megindult egy ilyen nyugis, félfeudális, félpolgári fejlődés, ami az 1800-as évek közepéig kitartott, de akkor már érezhetően... Na mi van, drágám? Épp ott tartok, hogy meddig sikerült ennek a családnak megőrizni a hatalmát. 3,5 évszázadon keresztül tulajdonképpen ők vezették Japánt. Aztán kifulladt a régi rendszer, meg a régi módszer, és az 1800-as évek közepére már kiderült, hogy hát a világ kezd elhúzni a bezárkózó Japán mellett, és akkor 1867-ben megtörtént a Meiji restauráció, ami azt jelentette, hogy a császár visszavette a hatalmat a Shoguntól, és megindult Japán a... hát a modern birodalmi Japán felé, ami aztán elvezetett a II. Világháborúig, ami aztán elvezetett Hiroshimáig és egyebekig, de ezt a részét a történelemnek majd később veszük az ország más pontjai. Most csak két fontos pillanatot emeltünk ki Japán sztoriából, a kezdeteket, meg azt, amikor a Shogun színre lépett és átvette a hatalmat. Te elfáradtál, még csak bólogatsz? Ennyi? Igen? Nem kéne kicsit imádkozni is közben? Jaj, longani! És aki az elejétől kezdve nézi a japán sorozatot, annak ez a Meiji restauráció már ismerős lehet, hiszen az előző adásban pont Tokióban a Meiji szenténél voltunk, annál a helynél, amit a sikeres császárnak emeltek a hálás japánok. És 1867-ben történt ez a restauráció, ami úgy látszik, hogy ilyen kozmikusan jelentőség teljes év, hiszen akkor történt a magyar kiegyezés is. Most azt mondja, hogy záró Miki mókatára. Kérem, hogy lejásárláskor vegyék ezt figyelembe. Tényleg a legjobbkor érkeztünk, mert még végig tudtuk nézni az egészet, nem volt annyira tele, hogy élvezhetetlen igen. Legyen. Király. Nem esett a hóvíz szinte se. Igen, ami egy váratlan fordulat, nem erre számítottunk, de azért nem vagyunk csalódottak így sem. És most akarsz látni egy vízesést? Igen. Szerencséd van, mert pont akad egy a közelben. Alig fél órányira. Nem tudom, hogy ezt vonatta, hogy lehetne abszolválni. De kocsival megyünk, nem? Igen. Na. Hát én igen. De akkor nem fél órányira van, hanem 5 perce, vagy nem az, amit láttunk ide fele? Nem, és ez kocsival van fél órányira. A hegy másik oldalán. Ó. Ó. Jaj, a kis csúnyaságunk megvan még. Valahogy senki se akarta ellopni. Neked tetszik? Te nem szereted a kis dolgokat, de ez valamiért meghatott téged. De ez itt, ebben a környezetben, meg az, hogy mi Japánban vagyunk, szerintem ez nagyon aranyos. Az. Hogy ekkora a motorháztető, aranyos. Olyan, mint egy kis csetresz. Mint egy
kaspó? Ja, mint egy kaspó, pontosan. És hogy legyen némi fogalmunk arról, hogy milyen egy kelykár, szóval nagyon rövid, de a tengelytáv az ahhoz képest egészen nagy, hiszen a kerekek ki vannak tolva az autó két végébe, a motor háztető az ütközési zónával együtt az ilyen két arasz nagyjából, és ahhoz képest viszont, hogy mennyire kicsi kívülről, belül... Egészen nagy hely van. Hagyjalak magadra? Na szóval az a helyzet, hogy hát egy harmadik személy már tuti nem férne be közénk, de mi kényelmesen elférünk itt elől, minden probléma nélkül. És a két ülés, mint az amerikai autókban, az egybeér itt elől, csak egy ilyen kartámasz választ el minket, és tök jó tudja tartani a 110-es, 120-as tempót, egy kicsit erőködik a motor, ami gondolom akkora lehet, mint egy elektromos rollerben, leszámítva, hogy ez benzines, de mindegy, szóval, hogy erőlködik a motor, de tartja a tempót a kis járgány, és itt a hátsó része az autónak, amit egy ilyen praktikus tolóhajtón keresztül lehet megközelíteni, ami miért jó? Hát azért jó, mert amikor belvárosban vagy, akkor nem kell oldalra nyitni, szóval kényelmesen be lehet férni, és ezt a helyet nézzétek! Szóval a mini autóban nagyobb hely van, mint egy óriásban. Tehát, hogy... Én ültem Rolls-Royce-ban egy éven belül, és hogy igen, tehát én ott kényelmesen elücsörgök elő 181 centivel, hátul pedig úgy tudok nyújtózkodni, hogy a Rolls-ban tudtam utoljára ennyire, és van ilyen kis táka is, a pohártartóval, meg minden egyébben, úgyhogy figyelj, ez brutálisan nagy, ez konkrétan sokkal-sokkal nagyobb, mint az Alfa például. Tényleg. Hát ne hülyeskedj, ekkora hely hátul sosincs benne. Jó, csak a szélessége nem, de a szélessége nem. Az kárpotolja a magasságot. Ja, igen, tegyük hozzá, hogy nyújts ki a karod. Jaj, nem éred el, nem éred el. Hát egy csomagtartó az nincs olyan nagyon sok benne, de mondjuk az pont nem is igazán kell nekünk. Hát ennyi. Szóval, hogyha az ülések bent vannak, a hátsó ülések, akkor ide egy kisebb szatyor fél bele. De hát nem kell annyit vásárolni. Szóval, marha jó az egész. És akkor most jön az a vízeszés. Vízeszés. Felbőgött a motor. Segítséget kér. Ülj meg! Segítsen! Na jó, most döntsétek el, ki beszél. Egyébként azt mondták, hogy most a vízesésben, szóval minden jó a vízesésben most is, csak nincs benne víz, esés. Ez volt kiírva, de hát hallottuk, hogy csobog. Lehet, hogy csak valami csatorna, szennyvíz csatorna csobogott ott lenne, mindegy, megnézzük. Még hogy nincs vízesés. Jó, a nagy vízesés nem működik, de a kicsi az igen. Elvileg ott lenne egy ilyen 100 méteres vízesés a legfelső. Onnan zúdul le, 97 méternyit összesen. És a vízesés akkor jött létre, amikor szóval volt itt egy folyó, a Daya folyó, ami folydogált boldogan, aztán egyszer csak jött egy láva, az elterelte és átterelte ide. És akkor jött létre ez a 97 méteres vízesés, a 12 kisebbel, és hát ez az egyik leghíresebb vízesés Japánban. Ez pedig az utolsó nevezetesség a környéken, amit megnézünk ma, a Chuzenji-tó, ami akkor jött létre, amikor a közeli hegy felrobbant és törmelékkel zárta el a folyónak az útját, úgyhogy feltöltődött ez a medence itt 1200 méteres magasságban mögöttem. Egyébként a tó legmélyebb pontja 160 méter. És valamikor az előző évezredben, a 800-as években fedezte fel egy szerzetesekből álló expedíciós csoport, akik megjöttek és azt mondták, hogy hát ez annyira jól néz ki, hogy ez biztos, hogy szent, úgyhogy ennek megfelelően utána 1000 évig nem léphetett be ide se tehén, se ló,
se nő. Aztán a Meiji korszakban, amikor megindult az enyhülés, akkor az európai hatalmak építettek mindenfelé nyaralókat a tó környékén, és azóta egyébként az van, hogy a japánok, amikor nyáron ilyen elviselhetetlenül meleg van a városokban, akkor kijönnek ide, ahol sokkal hűvösebb az idő, lehet kirándulgatni, nézni a tavat meg, hát ezt most iszonyat nehéz elképzelni, de lehet vízibiciklizni is. És hát ez az adás ennyire, tudjátok, a videó alatt ott van a Hello utazónak a linkje, ahol utasbiztosítást lehet kötni, és van a Hello utazó 10 promókód is, amivel 10%-os kedvezménnyel lehet ezt megtenni, amit nagyon érdemes akkor, hogyha külföldre jövünk, akár családlátogatásra, akár városnézésre, akár ilyen hirtelen jött téli síelésért, itt azt is lehetne csinálni, annyira hideg van. Videó alatt mindenféle linkek, köszönöm a figyelmet, jövünk vissza a következő adásban, amikor is elindulunk Kyoto felé. Sziasztok!